Újabb autós rekordot állított fel a mezőkövesdi Korpás Károly, aki december 16-án megdöntötte a 100 kilométeres átlagfogyasztás rekordját. Korpás Károly az első Guinness rekordot Zubor Lajossal közösen állította fel 2011. augusztus 10-én, amikor is 17 óra 8 perc tiszta menetidő alatt végigautóztak Magyarország összes fizetős autópályáján. Az újabb autós rekord egy neves autógyártó cégnek köszönhetően valósult meg. Ezzel a rekorddal kapcsolatban a Nissan engem talált meg. A megújított, úgymond, tehát ugye kis autójuk a Note, ami egy teljesen más karosszériával jön most új változatban, és egy nagyon takarékos dízelmotorral, hogy ennek a piaci bevezetését segítendő egy üzemanyagfogyasztási rekordkísérletet tudjunk felállítani. Az utazás tervezése során sok szabályt kellett figyelembe vennie Korpás Károlynak, kezdve az autó beállításaitól, a gyári felszerelésen és a közlekedési szabályok betartásán keresztül az útvonal kiválasztásáig. Fontos kitétel volt utóbbival kapcsolatban, hogy az útvonalnak teljesen meg kellett egyeznie a korábbi rekord alkalmával teljesített útszakasszal. Az útvonal az pedig úgy haladt, hogy Budapest, Győr, Szombathely, Barcs, Pécs, Baja, Szeged, Hódmezővásárhely, Szolnok, Eger. Így egy nagy kört írtunk le az országban, és ez 905 kilométer lett pontosan. Egy nap alatt sikerült megvalósítani, hát tényleg szinte a kötelező minimális pihenőidő, azon kívül semmi, hogy ez beleférjen, mert ugye nagyon korán hajnalba kellett indulni, és egészen késő éjfél előtt néhány perccel körbejárva sikerült ezt az utat bejárni. A tavaly december 16-án lebonyolított rekordkísérlet maximális sikerrel zárult, ugyanis az újdonsült rekorder 100 kilométerenként 3,38 literes átlagfogyasztással teljesítette az utat. Korpás Károly elmondta, az utazás végig nyugodt volt, a közlekedést semmilyen zavaró tényező nem befolyásolta, és szerencsére az időjárási körülmények is ideálisan alakultak.